Sziasztok, Stezi vagyok. A mai videó egy gyors kicsomagolás lesz. Megérkezett az új sportórám, ami a Garmin Fenix 6X Pro Solar verziója lett. A már megszokott módon egy formás kis dobozban érkezik. Szépen feltüntet, hogy milyen protokollokat tud, Bluetooth, M+, és még sok egyéb. De álljunk is neki. Ugye tudni kell, jelenleg a Fenix 3-ot használom, már harmadik éve, kicsit megviselt, de továbbra is jó. Nézzük, milyen lesz az utódja. Hát, nagyon szép az utódja. Egy mélyet sóhajtottam. Ugye nem minden nap veszek ilyen órát. Bízom benne, hogy ez is sok évig jó lesz. Mint az elődje, még most is. Szóval látom, hogy nagyon jó masszív ez a gyári szíj. Bár ugye az előzőnek is a gyári szíja viszonylag hamar eltört. Viszont az után gyártottak tökéletesek. Na, nézzük. Hátul ugye már más a csatlakozója, mint a 3-as sorozatnak. Titán tok, 100 méterig vízálló, 6X Solar. Ugye a legnagyobb előrelépés nekem a 3-as után a csuklón pulzusmérő, és még sok-sok dolog, amit ez az óra tud. Biztos el fog telni egy ideig, amíg ezeket kitapasztalom. Maga az óra, gondolom a szokásos csatlakozók, ugye ehhez egy más új töltőkábel kell, ezzel a furcsa kis négy tüskés végződéssel, és hát a kötelező fólia eltávolítás nagyon szépen néz ki, nagyon jól néz ki ez a titán tok, szép, mély, sötét színe van. Talán látszik, hogy a fekete szíjhoz képest is. És milyen? Összehasonlítom a mostanival, ugye ez egy után gyártott szíja a mostaninak, de nagyon szeretem. Súlyra, hát hasonló méretre, szintén kategória. Talán ez kicsit vékonyabbnak tűnik nekem, mint az enyém, amiért nem fogok tiltakozni, talán egy milliméterrel keskenyebb, viszont látszik, hogy ennek a pereme jobban védi magát az üveget, mert ugye magasabb, egy picit kisebb a túlnyúlás ennek a toknak az üveghez, tehát azt mondanám, hogy sérülékenyebb lesz valószínűleg az üvege. Meglátjuk, hogy meddig, hogy fogja bírni. Jó, nézzük, hogy föl tudom-e venni. Ugye már meg volt videó, amiben beszéltem, hogy miért használom mindig a jobb kezemen az órákat. Aznak pedig ugye egyszerű oka van, ugye a kibekapcsoló gomb itt van, és hogyha embernek a csuklója hajlik biciklizés közben, akkor bizony akaratlanul is meg lehet nyomni a kibekapcsoló gombot, hogy a bal kézen van az óra. Az így a jobb kézen nem fordulhat elő, hiszen ugye nem itt hajlik a csuklón, tehát itt ezek a gombok sose fognak véletlenül benyomódni, és így a start-stop se. Jó. Most egymás mellé rakhatnám így a csuklóban is. Két órát, hasonló méret. Ugye hát amiben igazából több lesz ez a Fenix 6-os, ez az üzemidő. 21 napot mondanak, akár 60 óra GPS üzemmódban. Kijelző méret, ugye nagyobb lett a kijelzője, ez látszik, mint a mostaninak. Ugye ennek van egy fix kerete, kb. Ekkora a kijelző, ennek már szinte teljesen kitölti a kijelző. És ugye napelem van az egész felület mögött, illetve itt a keretben is. Jó.
mit tud ez? Hát zene, meg minden egyéb okosság. Ezt majd egy hosszabb tesztben fogom bemutatni. Jó, hát a mai teszt, vagyis hát videó igazából ennyi lesz. A Fenix 6-os. Nagyon-nagyon tetszik így elsőre, masszív, masszív a pántja. Könnyebb, érezhetően, mint a Fenix 3-ason volt. Kíváncsi leszek ugye, hogy majd mellpánttal összevetve a pulzusmérő mit mutat. De hát mindez majd a következőben. Talán elsőre próbáljuk meg bekapcsolni, nézzük ugyanúgy működik-e. Hosszú nyomással. Vagy nem, vagy tölteni kell rajta. Jó, de ez majd a következő részben. Köszönöm a figyelmet, nézzétek meg a többi videót is. Hát ha találtok kedvetekre valót. Strezi voltam most otthonról. Folytatás nem sokára. Sziasztok! Thank you.